Már több éve megrendezi a közösségi ház a Halloween partit, amely idén is nagy népszerűségnek örvend. Annak idején honnan jött a rendezvény ötlete? Úgy gondoltuk, hogy a Halloween party tulajdonképpen elterjedt itt hazánkban is, hiszen azt azért nagyon jól tudjuk, hogy nem egy magyar gyökerekkel rendelkező programról van szó, és ez teljesen egyértelmű is, de nekünk, mint művelődési háznak úgy gondoltuk, hogy kötelességünk, hogy azért ezeket az elemeket is belevegyük, hogy így mondjam, a repertoárunkba, a kínálatunkba. Ráadásul, ugye ahogy látjuk is, illetve a mai programnál is, meg az elmúlt években is, hogy igény is van erre. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a hagyományos népművészetet, hagyományos magyar népi kultúránkat nem kívánjuk ápolni, mert ez nem így van, de úgy gondoltuk, hogy azért ezt a fajta kultúrkör által nyújtott dolgokat is azért valamilyen szinten ezeknek is teret kell, hogy adjunk, teret kell, hogy biztosítsunk. Hát ennek volt a mai program is az egyik ilyen állomása. A programmal kapcsolatosan évről évre látjuk, hogy egyre többen jönnek. Ez nekünk is jó, úgy gondolom, hiszen egyre többen megfordulnak itt nálunk a közösségi házban, és a kicsik, nagyok, akik esetleg eddig még nem jártak itt, de bízunk benne, hogy nem csak ez a program az, amely kapcsán ide jönnek, hanem azért több más olyan is lesz, amelyre be fognak hozzánk jönni. És hát most már mondhatom azt, hogy így 2015-ben, hogy már tulajdonképpen egy hagyománya van most már ennek a programnak itt nálunk, úgyhogy jövőre is meg fogjuk rendezni. Nagyon színes programot sikerült összeállítani erre a délutánra, már hagyománya van a tőkfaragásnak, emellett jelmezversenyt is tartottak. Igen, az elmúlt években is tapasztaltuk, hogy egyre többen jönnek úgy, hogy otthon felöltöznek, kifestik magukat, és akkor aki ilyen jelmezesen jelennek meg. Na hát most úgy gondoltuk, hogy akkor éppen ideje, hogy erre reagálva jelmezversenyt hirdessünk, és volt is jelmezverseny. Valamint a tökfaragásnál is úgy láttuk, hogy egyre többen készítik el otthon is a tököket, de mellett természetesen itt is faragtak tököket, ezért ebben az évben kettő kategóriát hirdettünk a tökfaragásban, a helyben készített, illetve az otthon készített tökök kategóriában, hogy így mondjam. Nem csak ezekkel a programokkal váltuk a hozzánk érkezőket, volt teaház is, valamint kézműves játszóházat is biztosítottunk a gyerekeknek. Tehát egy elég szép kis, úgy gondolom, hogy délutáni kis könnyed program volt ez, mind a szülőknek, mind pedig a gyerekeknek. A rendezvény látogatottságával kapcsolatban mik a tapasztalatok? Évről évre egyre többen érkeznek hozzánk, hát a tökfaragós kategóriába több mint 40 munka érkezett be, hogy így mondjam, a jelmezversenyen is több mint 30 fő vett részt, hogy ez a szám, ez folyamatos emelkedés jelent. Itt most nyilván csak a tökfaragásról beszélek, hiszen jelmezverseny most még ebben az évben volt, de remélem, hogy jövőre, illetve az azt követő években is egyre többen jönnek majd.